A szüret elhalasztásával és útlezárással tiltakoznak a szabolcsi gazdák amiatt, hogy a feldolgozó cég 13 forintos árat akar fizetni az ipari alma kilójáért. A termelők most nem szedik a gyümölcsöt, így egyelőre nincs alapanyag az üzemben, a feldolgozás nem indult el. A gazdák 25 forintot szeretnének, és azt mondják, hogy addig tiltakoznak, amíg nem érik el a céljukat. A gazdatiltakozás szervezője azt mondta, hogy egyelőre nem indult be a feldolgozó üzem, mert hiába kezdte meg a felvásárlást, egyelőre a 13 forintos átvételi áron senki nem vitt egy darab almát sem az üzembe. Aki tegnap megkezdte a felvásárlást, tegnap sem tudott dolgozni, ma sem jött egyetlen egy kocsi sem, tehát a gazdákhoz elért a szavunk, hogy ne szedjék, ilyen áron nem szabad elkezdeni a betakarítást, és szerintünk elértük eddig a célunkat. A gazdák elszántak, 3 hetes engedélyük van az út mentén demonstrálni. Azt mondják, hogy addig maradnak, amíg nem sikerül elérni a 25 forintos kilónkénti árat. Én számítok arra, hogy megegyeznek, mert a sűrítmény nagyon kell az osztráknak, meg a mindenkinek, de ha elrohad az alma, akkor se hozunk egy darabot se ide. Fiam ugyanis fiatal gazda, és itt szeretné Szabolcsban leélni az életét, és almatermesztéssel foglalkozik. Egyebet nem akarunk, csak biztonságot, tervezhetőséget, és egy olyan jövőképet, amire egy családot lehet alapozni, úgyhogy most szeretnének majd családot alapítani. A tiltakozók azt mondják, hogy egyelőre nem kereste őket senki a feldolgozó cégtől, de ők megpróbálnak olyan valakit keresni, akivel tárgyalni tudnak. Abban bíznak, hogy sikerül elérniük, hogy a léalmáért legalább annyit kapjanak, amennyibe annak előállítása kerül. A 13 forint ezt nem fedezi.